Sziasztok! Mi a teendőnk akkor, ha van egy kedvenc hűtös paradicsomunk, vagy akármilyen más paradicsomunk, és szeretnénk róla többet, de ebben az évben, tehát nincs magunk, mi a teendőnk akkor? Hogyan tudjuk ezt megoldani? Hogyan oldható meg? Mi segít benne, hogy meg tudjuk mi ezt oldani? A következő. Ha följebb megyünk, akkor itt látunk egy hónajhajtást. Na hát, ez a hónajhajtás, ez segít abban, hogy nekünk ebből több legyen. Ugyan nem olyan hamar fog teremni, tehát ezeket a hónajhajtásokat amúgy is el kell távolítani a paradicsomokról, a legtöbbjükről. Tehát a folytontermőkről mindenképpen távolítsuk el a hónajhajtásokat. De ezekkel a hónajhajtásokkal mit tehetünk? Ugye, ha eltávolítjuk a hónajhajtást, kitörjük a helyéről, lehet nagyobbat is, ettől azért nem, akkor kapunk egy ilyen szép hajtást. Ezt a hajtást egy kicsit megkobozva, tehát visszavagdosva, és beszúrom ide, visszavagdosva a leveleit, kicsit vissza egy kézzel nehéz, visszacsípjük a leveleket, és gyökeresztető hormonporba nyomva, laza közegbe téve, ez a növény ki fog gyökerezni. Tehát ez az oldalhajtás kigyökerezik, de kigyökerezik egyszerűen vízbe téve is. Sokkal jobb eredményt kapunk, ha egyből laza porózus földbe tesszük. Így most ide így be is nyomhatom, de ez a növény nekem nem kell, de ide benyomhatom. Így. Tehát beültetjük. És ha tennék rá egy búrát, mondjuk egy félbevágott petpalackot, lehet, hogy itt ebbe a vödörbe ki is gyökerezne. De nézzük meg, hogy hogyan csinálom én. Hogyan ültetem be, és hová helyezem, vagy hová helyeztem, és hogyan gyökerezett ki ezek a paradicsomok. Mint már említettem, tehát szedjünk hónajhajtásokat a paradicsomokról. Ha leszedjük a hónajhajtást a paradicsomról, és ledugdossuk laza, tőzeg, vagy kókuszrost, illetve ez most kókuszrost és perlit keveréke, akkor láthatjuk itt, ha jól megnézzük, hogy megjelennek az apró kis gyökerek. De megfordítom, mert a másik oldalt jobban látható. Lehet látni, hogy itt megjelennek a gyökerek. Két hét után kész egy új paradicsom növényünk. Tehát így könnyen tudjuk szaporítani a paradicsomot vegetatív úton. És ha megpróbálom mindegyiket kihúzni, akkor mindegyiknek van ám gyökere. Tehát ezeknek a paradicsomoknak egy, ennek talán nincs, de az összes többinek. Hát egyet ki is húzhatunk. Nézzük meg, itt a gyökere. Ugye, ez egy hónajhajtás paradicsom volt. És itt van a gyökere. Tehát vegetatív módon is lehet paradicsomot szaporítani, méghozzá hónajhajtásból. Ehhez mi kell? Kell hozzá egy hónajhajtás, laza föld és párás környezet. A párás környezetet azt a következőképpen biztosítom. Van egy ilyen láda, amiben agyaggolyó van az aljába. Belehelyezem így az egész dugványokat. Most itt van benne más növény is. De a paradicsomokat próbáltam először, aztán tettem hozzá más növényt is, csak kíváncsiságból. És lezárjuk ezt a tetőt, és akkor ebben a ládában gyökereznek a paradicsomok. Mindegy, két hét alatt meggyökereznek. Meleg helyen legyen, az a lényeg, illetve mindig párában, tehát a ládát néha kinyitjuk, szellőztetjük, de párában legyen ez a paradicsomok. És így szépen oldalhajtásról, azaz hónajhajtásról ki lehet gyökeresztetni egy paradicsomot. Lehet több növényünk. Nekem ezek a növények nem kellenek, úgyhogy ezeket én ki fogom dobni. Hát itt van ez a dugvány, amit az előbb ledugtam. És most kísérletezésképpen teszek rá egy PET palackot. Így rányomjuk a PET palackot, itt kap nedvességet, párában lesz, és megnézzük, hogy néhány hét múlva
körbe nyomjuk vissza a földet, így hogyan reagál, mi lesz ebből a növénykéből itt a másik paradicsom alatt. Kíváncsi vagyok így most már rá. A paradicsomok oldalhajtásainak eltávolítása közben találhatunk ilyen nagyobb méretes oldalhajtásokat. Ezeket is nyugodtan néhány levéltől megfosztva ledughatjuk mellé, hát ha lesz belőle újabb paradicsom. Ez akkor van értelme, hogyha ősszel esetleg tudjuk valahol olyan helyen tereltetni, ahol nekünk tovább terem. Ezt én most csak kísérletből csinálom, semmi egyéb más célom nincs ezzel kapcsolatosan. Köszönöm szépen, hogy megnézted ezt a videót, további szép napok kívánok mindenkinek!